Az évfordulós rendezvény Csötöni László Szekszárdváros Közgyűlése Kulturális Bizottságának elnöke nyitotta meg, aki megható szavakkal köszöntötte az emlékezőket. Ezt követően Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere tartott emlékező beszédet, amelyben a holokauszt szörnyűségeit és annak hatásait elevenítette fel. Kiemelte, hogy tavasszal több botlatókövet is elhelyeztek a városban az áldozatok emlékére. 1944-ben kiváló és tehetséges emberek estek áldozatául itt a szekszárdi lakosok közül is, és hát gyakorlatilag így ezzel méltó megemlékezést tudunk adni. Sajnálatos esemény árnyékolja be a mai megemlékezést. Sajnos Friedman Tamás barátunk a héten elhunyt, és hát ő örökös házigazdája volt ennek a megemlékezésnek, és szívén viselte a szekszárdi és a környékbeli zsidóságnak az életét. Nagyon sok munkát végzett, nagyon-nagyon komoly tevékenységet végzett a megemlékezések és az egyéb feladatok érdekében. Szekszárdon és közvetlen vonzás körzetében a II. Világháborút megelőzően 750 zsidó származású ember élt. 1944-ben Auschwitzba és a többi munka- és haláltáborba deportált mintegy 650 zsidó szeméből 600-an már nem tértek haza élve. Idén 80 éve, hogy 44-ben utolérte a magyar zsidókat, ugye a szekszárdiakat is, az a borzalom, amit a náci Németország és a helyi kollaboránsaik nekik előkészítettek és szántak, és ez a tragédia feldolgozhatatlan mind a mai napig. A szekszárdi megemlékezés mindig nagyon nívós és nagyon művészi. Jó, hogy fiatalok azok, akik ezt mind prezentálják. De arra emlékeztettem mindenkit a megemlékezés rámeső részében, hogy a nácizmus csak részben hozott újat, részben csak felerősítette azt, ami Európában eleve megvolt. És hogy ez a métej, ez még nem veszett ki teljesen. A II. Világháború után 5 millió zsidó élt Európában. Már ez a szám 1 millió alá esett.